Köszöntöm a nézőket! A Martias Corvinus Kollégium legutóbbi pódium beszélgetésének vendége volt Mocsai Tamás, 190-szeres magyar válogatott kézilabdázó. A következő percekben őt ismerhetik meg egy kicsit jobban. Tartsanak velünk! Így rögtön a gyerekkoroddal kezdeném, és hogy milyen volt felnőni egy sportolói családban, mitől volt más, mint egy átlagos gyereknek így az élete? Ezt is köszönöm szépen a meghívást. Annyit röviden bemutatkoznak, hogy igen, Mocsai Tamásnak hívnak, én Felső Mocsai polgármester vagyok, a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezető, sokat játszottam a magyar válogatottban, rengeteg életem külföldön, biztos sokuk ismeri, hogyha engedek, akkor talán tegeződjünk. Édesapámat, Mocsai Lajost, és hát ezért örülök, hogy itt is lehetek, és hát akkor ezek után tényleg a kérdésekre ugye válaszoljunk, úgyhogy vágjunk, mert a sportról lenne akkor szó. Mondjad, létszes még egyszer az első kérdés. Hogy miben volt más egy sportolói családban felnőni, mint mondjuk egy átlagos gyerek, akinek nem volt ennyire sportközpontú a gyerekkora? Ezt nem tudom, mert sportolói családban nőttem föl. Mindenesetre azt tudni kell, hogy a sportolói család az úgy működik, mint másnál, ahol édesanyukám például biológus, de testes értelemben végzett, ott találkozott édesapámmal, és nyilván édesapám volt az, aki ugye mint válogatott edző, meg külföldre kerültünk, mint kézilabda edző, nyilván egy kicsit azért dominált az első években. Sportoló család abból izgalmas, hogy az ember példaképet kap, és rengeteg olyan impulzus éri, egyébként amikor az embernek a szülő lehet, hogy éppen jogász, vagy orvos, vagy minden más, hogy a szülők azokat a témákat hozzák haza. És a sport az arról szól, hogy ugye hétvégi mérkőzés, vannak világesemények, az ember szurkol, de mint családtag átéri azt a stresszt, azt a nyomást, amikor az édesapának hétvégén mérkőzése van, és nyerni kell. És ezt ugye emekként ebben nővünk föl. Egyébként a sport az olyan, hogy a sportban látjuk, hogy édesapám mennyit készült mérkőzésekre, nekem mindig segítség volt, mert bármit kérdezhettem sporttal kapcsolatban, vette a fáradtságot, hogy tartott nekem edzést, korrigált, amit nem vettem jó szemmel, de hát így volt, úgyhogy ez a sportos család alapvetően. Így ezzel kapcsolatban, hogy más sportokat is kipróbált, vagy rögtön a kézilabda jött, és hogy rögtön azzal kezdtem? Hogyha tehetségről beszélünk, akkor szerintem nagyon fontos, hogy minden próbáljunk ki. Tehát én ugye kézilabdázó lettem, de ez abból adódott, hogy amikor 10 éves voltam, akkor elköltöztünk külföldre. Egyébként itthon én fociztam, meg tollaslabdáztam, és minden sportot űztem, amit lehetett, és természetesen tanultam. És valamikor az ember olyan 13-4 évesen kellett eldönteni azt, hogy igazából, amikor már láttam, hogy miben vagyok tehetséges, a legtehetségesebb, akkor a kézilabdát választottam, mert ott kaptam a legjobb képzést és a legtöbb lehetőséget. De mindenkinek javaslom, ugye nálunk az akadémián is, meg a saját gyermekeimnek is, akik ugye 7 és 9 évesen kislányom, kisfiam, hogy mindenféle próbáljanak ki, hogyha a fiam teniszezik, meg focizik, aztán majd eldől, hogy igazából mi lesz belőle. És akkor ezzel kapcsolatban, hogy gondolom egyéni sportokat is kipróbált, és hogy miben más egy csapatsport, mint egy egyéni sport? A csapatsport ugye abban nagyon izgalmas, és ezt későn döbbentem rá a pályafutásom végén, de ezt mindannyian tudjuk, hogy a sikert átélni egy közösségben, egy csapatban az 100-szor jobb, mint hogyha az ember egyedül ölül a 4 fal között. Azok az élmények, amikor együtt olimpián vagyunk, és együtt egy mérkőzést jönk, és utána az ember táncol a pályán, azok olyan élmények, amik évekkel később is visszaköszönnek, hogyha veszembesülök. A mai napig például voltam csütörtökön, múlt héten a Szegednél, a PIK Arena átadásánál, és ott bementem, és ott voltak a válogatott sportolók, akik együtt játszottam. És azonnal valaki bedobott egy témát, és akkor pont eszünkbe jutott, nem tudom, ami a VB vagy EB-al együtt küzdöttünk, és hogy milyen jó volt. Egyéni sportág, az nyilván más,
hiszen önmagáért fele a sportoló, egyénileg harcol, nem tudja megosztani azt az örömet. Úgyhogy én az, egyébként én szeretek teniszezni, ha tehetem, akkor játszom is, de teljesen más annak a hangulata. Megjegyzem, az összes csapatsportág egyéni sportág is. Hiszen a csapatsportágban ugye mindig mondjuk, hogy a felelősség az több emberre hárul el, de mindenkinek a saját posztján abban a pillanatban teljesíteni kell. Úgyhogy ezt is világosan el lehet mondani, hogy amikor az ember csapatsportot űz, és megkapja a lehetőséget, én ugye jobb átlövő voltam balkezesként, nekem ugye pont az én generációm, mi 15 évig, hogy voltam válogatott, akkor ott volt egy Nagy Laci, aki nagyon jó volt, ott volt egy Kotormán Attila, nem ismert, egy Laluska Balázs, én ott voltam, sok jó játékos, és az ember mindig küzdött. És itt igazából arról szólt, hogy csapatba kerüljünk, hogy az ember azt az időt, amit a pályán tölt, önmaga jól teljesítsen. Úgyhogy a csapatsport az is egyéni sport alapvetően. Még így a gyerekkorára kicsit visszamenve, hogy miben volt már úgy értve más, hogy volt-e valami, amit nem tudott megtenni, volt-e valami, amiben így akadályozott a sport, és hogy van-e, hogy emiatt bánod-e, vagy még így is úgy érzed, hogy megérte? Micsoda a legjobb dolog, ami történhetett velem. Nyilván az ember, amikor 15-16 éves, akkor a haverok, az ismerősök este mennek, és akkor szórakoznak, meg elmennek hétvégén bulizni, vagy minden mást. Ez nekünk azért nem adatott meg. Megadathatott volna, de azért az ember, legalábbis én úgy voltam vele, hogy láttam a példát otthon, hogyha szombaton mérkőzés, akkor fel kell készülni. Nincsen jobb érzés, mint az ember sikeres tud valamiben lenni, hogyha teljesíteni tudok, hogyha jó vagyok valamiben, és erre nagyon korán rádöbbentem, hogyha akkor él valamit a sok edzés meg készülés, hogyha egy mérkőzésre 100%-os állapotban megyek. Ezért nyilván lemondás kellett, hogy az ember, én is elkezdtem 13-14 éves koromtól heti 5-6-szor edzeni. De az egy nagyon szép dolog, hogyha, és erre a sport nagyon jó, hogyha energiát fektetünk bele valamiben, akkor kapunk relatív gyorsan visszajelzést. Ha visszajelzést kapunk, akkor látjuk, hogy abban ügyesek vagyunk, érdemes azt fejleszteni. És mivel minden hétvégén mérkőzés van a sportban, és a fiatalon ezt játéknak tekintjük, ez az feedback, ez a visszacsatolás serkent bennünket arra, hogy még többet edzünk, még jobbak legyünk, mert azért megjegyzem, hogy 15-16 évesen, amikor bementem az iskolába, és pacsisztak vele, és a tanár gratulált, hogy gratulálok, 8 gólt lőttél, láttam az újságba, akkor azért az jó érzés volt, és akkor nyilván így kitüntetett pozícióm volt az iskolában, és meg a többiek között. Úgyhogy a sport ezért nagyon jó. Emellett a sport azért nagyon sok mindenre megtanított. Tehát a mindennapi edzések, pontosan ott lenni, felkészülni, ha az embernek nincs kedve, akkor mégis ott legyen. Tehát rengeteg olyan értéket közvetít a sport egyébként, amit most mindnek a ügyvezető is látom, és adom át a 14-21 éves korosztálynak, hogy a sporton keresztül milyen tartást lehet átadni a fiataloknak, és micsoda soft skill, milyen tudáshoz jutnak azáltal, hogy egy ilyen rendszerbe vannak szoktatva. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok a sportnak. Egyébként szüleim is, mert ők azt mondják, hogy ezért nekem ez a 15-18 éves kor, aki a gyerekeknek sok energiával és sok butaságot csináltak, ez nálam nem volt meg. És említetted az iskolát, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni a rengeteg edzéssel, illetve hogy hogy lehet így végzettséget szerezni? Én tanultam, képességem megfelelően fiúsan, de minden rendben volt. Nyilván, amikor arról volt szó, hogy nálunk a felmenők, pont ugye, ott ugye voltak jogászok, ugye nagypapa révén sokan, meg orvosok, és amikor később majd a választás, ez egy élsport, vagy éppen a jogi egyetemre jelentkeztem, utána láttam, hogy azt az nem olyan egyszerű elvégezni. De össze lehet egyeztetni nyilván, főleg érettségig mindenképpen.
Az biztos, hogy az embernek fegyelmezetnek kell lenni. És ez a fegyelem, ez az egész életem során azért segített engem. Manapság, ugye a sport is változott, ezt úgy oldjuk meg, hogy a fiatal sportolóknak például egy kollégiumban támogatási lehetőséget biztosítunk a nevelő tanárok által. Ugye biztos Fehérváron is a sportban, és hogyha bentagás, akkor nem csak gyermekmegőrzésről beszélünk, hanem segítsünk nekik a matek, fizika, magyar, kémia, angol, németből, hogyha pótolni kell, akkor segítsünk a fiataloknak. Itt megjegyzem zárójelben, hogy itt nem arról van szó, hogy ha gyermeknevelés, meg sportoló nevelésről beszélünk, akkor ugye van többfajta módszertan és többfajta megközelítés. Annak idején, amiben még én kezdtem felnőni, de engem már nem érintett annyira, az úgy volt, hogy van 100 gyerek, gyerekek, sportoljatok, aki nem megfelelő, viszont látása jön a következő nyugaton, és akkor aki nem volt elég, az viszont látása, és mindig helyettesítették. Ez volt a kommunista rendszerben, ez volt. Orosz válogatottban mindig ott volt a 2 méteres emberek, soha nem örültek, hogyha játszani kellett, egy mosolyt nem láttuk az arcunkban, de ők csinálták, mint a robotok. Nyugaton például ez úgy volt, hogy fiam, lányom, szeresd a sportot, szeresd, amit csinált. Ha van kedve, csináljad. Egy magyar embernek, egy magyar beállítottságú embernek, ez a teljesen ilyen lezefer, ha kedved van, ez sem jó, mert akik például 10 évig ott játszottam, nagyon kevés magyar sportolónak sikerült megállni a helyét Németországban vagy külföldön. Azért, mert ahhoz a rendszerhez voltak szokva, amikor ott voltak mögöttük az ostorral. És hogyha nem volt ott az ostor, akkor most pihenek. Most az erősítés vagy a futás nem csinálom meg magamnak, viszont ez a rendszer, ami például én hiszek és neveljük, hogy mindenki saját maga edzője legyen. Te ugyan nem azért tanulsz, mert neked mondják, hanem magad miatt tanulsz. Azért, mert szeretnél látni a saját tehetségedet. Nekem ez az én küldetésem, mint ügyvezető, mint nekem, hogy azokat a magyar tehetségeket saját magukért képezzék magukat, mert valamit el akarnak élni. Úgyhogy ez egy ilyen összetett dolog. Nyilván a sikernek az a tényezője, és én ezt, mivel részben 10 éves koromtól külföldön éltem, rájöttem, hogy a saját életemért, a saját teljesítményért én vagyok felelős. A sportban annyit kérdeznek, kint hétvégén teljesítettél, nem teljesítettél. Ha nem teljesítettél, akkor azt megnézik egy picit, és utána elküldik az embert. Ez ilyen egyszerű volt nálunk. Igazából erre lennék kíváncsi, hogy miben volt más a például a kinti játék, illetve a kinti élet úgy önmagában, mint itthon. Ugyanezt elkezdtem ugye mondani. Én azt látom, hogy például itthon, ugye ismerjük a magyar embert, amikor a szomszéd tehene is ugye halljon meg, tehát azért dögöljön meg, néha van ilyen. Hozzáteszem, változik lassan, és erre lehet, hogy hát egyszerűen ez volt, ilyen volt a történelem, és ugye ezt hoztuk, és nyilván egy olyan nemzet, vagy hogyha megyünk egy Svédországba, vagy a dánokhoz, ahol nem nagyon volt háború, meg kimaradtak sok mindenből, nem élták azt, mint a magyarok az utóbbi 500 évben egyébként. Tehát nem is érzik, nincs az az érzés. Míg egy dánnak, hogyha mondom, hogy megkezdem tőle, hogy tehát leáll a szerződésed, vagy nagyon rosszul megy, nincs benne stressz amiatt, hogy jövő hogyan néz ki? Semmi. De mit, akkor majd máshol, ha nem, akkor majd holnap, semmi gond. Mi magyarok, akik kint voltunk, meg én is, most teljesíteni kell, mert ki tudja, hogy mi lesz holnap után. És ezen ugye sikerül az embernek felülkelkedni, de ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak a saját önértékelésünket feljebb kell helyezni, megfelelő önbizalommal kell rendelkeznünk, és hogyha ezt tudjuk, akkor félelem nélkül tudunk játszani. Erre egy apró példa, például amikor játszottunk a szlovéniai EB németekkel. És a németeknek, hogy a melegítésnél, ugye vannak ilyen taktikák a csapatoknál is, hogy kicsit a másikat hogyan félelmíti meg, hogyan befolyásolja, hogyan vegye el a fókuszát, és nézem, hogy a német csapat folyamatosan bemelegítésen átfut a mi területünkre. Folyamatosan. Melegítenek a saját térfelszínen, áspintelnek a mi közepénk, tehát már nyomás alá helyezték a magyar csapatot.
és ismerem, pont ugye csapatársaim voltam, mondtam a Dánielnak, Dániel, és nem vigyek egyébként, Dániel, menjetek már túl, hogy hagyjatok bennünket békén, de egyszerűen érződött, hogy ezt direkt csinálják, és ez nem probléma. Magyar meg ott hátul, akkor visszahúzódott. És utána ezt nekünk meg kellett tanulni, hogy ezt a szituációval hogyan bánunk, ezeket hogyan kezeljük. Úgyhogy ez például, hogy teljesítmény stresszből, vagy nyomás alatt, vagy könnyedén, és egyszerűen kimegyünk, és játszunk, és hiszünk magamban, ez egy nagyon nagy különbség. Egy másik példa, játszottam Flensburgban a dán határon, tele van skandinávval, dánnal. Hát, hogyha gólt lőtt a bal szélső, mely egyébként is, hát csak kacagott. Egész mérkőzésen. Nevetett, visszafelejt. Köszönöm, sportok az a fűrészelt, örült, ő volt a legnagyobb király, nevetett közben. Hát látunk-e magyar sportolót, tudom, amikor ember gólt lő, akkor a befeszültség, az úgy látszik az arcán, hogy kicsit megkönnyebbül, nem? Visszaszaladt, mosolygott, így, úgy, a szemegén megint lőtte egy gólt, és neki ez volt a hozzáállása. És ebben ő jól tudott teljesíteni. Nem igaz, hogy én persze nem tudtam itt teljesíteni, hogy mosolygok, meg így, meg úgy. Nem, nekem keményen kellett készülni, de aztán idővel megtanultam, hogy azért ahhoz, hogy teljesíteni tudjak, kell egy megfelelő szinten lennem, belső keménységnek, de ez nem lehet túl sok. Erre mondják az irodalomban, hogy ez a belső arózel szint, hogyha túl alacsony, akkor nem vagyunk elég kemények, feszesek, hogyha túl magas, akkor meg túl spannoljuk magunkat, és nem tudunk teljesíteni. Mi az optimális, és ezt mindenkinek most a vizsgán is, az embernek ugye be kell lőni. Amikor jól tudok beszélni, jól tudok teljesíteni, jól döntéseket hozok, és ugye erről szól igazából a sport, és ez ugye, ez más volt itthon, hogyan vezettek oda bennünket a helyzetbe. Mi volt ennek a fő oka? Nyilvánvalóan gondolom a honvágy is, de hogy azért ez egy nehéz döntés, hogy hazatérni, és hogy mi volt, ami így nagyon mellette szólt? Honvágyom nem volt. Én életem most, nem tudom, 20 évet én külföldön éltem, de magyar vagyok. És inkább ez volt. Amikor kiköltöztem Svájcba, 23 évesen, úgy volt, hogy én kint érettségiztem, kint játszottam, 20 évesen hazajöttem, 3 évig itthon voltam, és megint ki kellett mennem külföldön, mert nem bírtam ezt a bizonyos hangulatot, és kimentem Svájcba. És éppen a sétálok Zürich utcán, és ott egy valahogyan voltam, és hallom, hogy magyarul beszélnek. És nem is igaz, bennünket, mert valaki ismerős volt, és egy idősebb néni volt ott, és valahogyan leszólított. És az idősebb néni egy emigrált hölgy volt, aki kiköltözött annak idején, nem tudom, 56-ban, és egy ilyen meggőnyett hölgy volt, aki egyébként nagyon helyes volt, tisztességes, de magyarul már nem nagyon tudott beszélni, mert olyan dialektusa volt, viszont németül sem. És elvesztette az identitását. És ő nem tudta, hogy ő magyar már nem magyar, mert az otthoniak már meghaltak, nincs úgy kapcsolata, mert beszélgettünk, és aranyos volt, viszont kint meg nem fogadták el. Na most ott van, nem tudom, 70 éves lehetett, itthon már nem jött haza, mert már bizonytalan, meg nem tudja, meg a jólét, meg nincs kapcsolata, külföldön meg megtűrik. Na most ez egy nagyon nehéz állapot, hogyha megtűrnek, ide nem jövök, na hol vagyok én igazából? És ez az embereknek megtörtek. És ott voltak tehetséges emberek, akik egyszerűen ott vegetáltak. És amikor ugye én mindig éreztem, amikor játszottam a csapatoknál, hogy ha Svájcban voltam, akkor hogyha két svájci, meg egy magyar volt, vagy külföldi, biztos, hogy a svájcit favorizálták. Amivel semmi gond nincsen. Németországba elmentem, volt orosz edzőm, tudta, hogy az orosz favorizált, és nem engem. Semmi gond nincsen. A német csapatban, hogyha egy szinten vagyok, tudja, hogy a németet favorizálták. Hazajövök itthon, tudja, hogy a külföldi favorizálják. Hát miért van ez? Hát fölösleges, hát nem, ez megint arról szól, hogy ott nagyon tisztában voltak avval, hogyha például egy csapatnak a marketing értéke annál minél magasabb, minél több saját nemzetű játékos játszik benne, akivel az identifikáció magas. A szponzornak,
a helyi embereknek, a támogatóknak, a politikának. Ezért mindig a helyieket támogatták és segítették, ami rendben is van alapvetően. De mivel ezt tudtam és éreztem, pedig én anyanyelvi szinten beszélek németül, én azt mondtam, hogy az én tehetségemet azért szeretném itthon kamatoztatni, mert magyar vagyok, és úgy gondolom, hogy jól választottam, és én nagyon szeretek itthon élni. Te Veszprém csapatához tértél haza, és hogy miért pont a Veszprémhez, és hogy esett erre a csapatra a választásod? Alapvetően ez így adódott. Annak idején 20 évesen a Veszprém, meg a Dunajváros volt az első, második, és akkor egyébként Dunajvárosba igazoltam, nem a Veszprém ajánlatát fogadtam el, majd rá 15 évre jött egy ajánlat Veszprémbe. Egyébként én ott relatív rövid ideig voltam, tehát a tavaszi szezonban, mert ott már úgy voltam, hogy 35 évesen úgy elértem a kézlabda cenitemet, hogy éreztem, hogy már ott sokat nem fog tudni fejlődni, és kerestem a kütet, és akkor költöztem ugye felső mocsoládra, ha az anyajágon ugye odavalósak vagyunk, és akkor már tudtam, hogy az akadémián elkezdek dolgozni. Egyébként ez érdekes, és ez fontos is, hogy a sportolói életpályamodell, ugye ez is különbség, hogy itthon mindig akkor élsport, a mai napig azért élsport, hogyha nem élsportolunk, akkor nem tudom, hogy hogyan sportolnak az emberek, az nem elfogadott. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy mellette tanuljunk, erre egy példa egy svájci társadalom, ahol sportolnak és dolgoznak mellette, és abszolút a munkáltató elfogadja, és azért, mert valakiből nem lesz ilyen sport, abban semmi rossz nincsen, hanem milyen jó, hogy az egészsége miatt hetente háromszor, négyszer lemegy, azért, mert ő egészséges akar maradni. Érdekes megfigyelni, ha ilyen sport lesz legalábbis részben, akkor dolgoznak mellette 30%-ban, később 50%-ban, amikor 30 évesre képzik magukat, akkor 70%-ban. És akkor így, mire 30 éves lesz, Svájcban nagyon kevés svájci kézlabdázik még 32 évesen, mert akkor pont vált, és akkor elkezd 100%-ban dolgozni, és a sporton keresztül egy olyan munkahelye lesz, egy olyan képzettség, olyan pozícióban, ami neki nagyon sokat segített. Úgyhogy a Veszprémben igen, játszottam röviden, nagyon jó élmény volt, játszottunk BL döntőt, a Final Four-ba kint voltunk, rengeteg csapattársra együtt játszottam, aki előtte a válogatottban is csapattársam, jó élmény volt. Ugye említetted ezt, hogy ez már ugye kijönni a sportból és a tényleg így az élmezőnyből, és hogy ennek mik így a nehézségei, illetve hogy gondolom, hogy még a mai napig azért sportolsz rendszeresen, csak hogy milyen az, hogy a tényleg a folyamatos versenyzésből így kijönni, és milyennek így a legnagyobb nehézsége? A világ változott. Régen ugye úgy volt, hogyha most megnézzük egy Japánt, hogy az ember 18 éves elkezdett valahol dolgozni, és akkor onnét menj nyugdíjba. Most azért látjuk a statisztikákat, hogy nem tudom, 5-7 hány évet töltünk egy munkahelyen. Gondolom, hogy mindannyiatoknak, hogy azért nem tudja az ember, az x év múlva hogyan lesz, ez bizonyos bizonytalanságot jelent. A gazdasági helyzettől, minden mástól függvényében. Egy sportolónak szintén ez egy nagy bizonytalanság, hogyha eléri azt az életkort, hogy hogyan tovább. De egyébként egy sporti pályafutás alatt is, hogyha évente, két évente, három évente egy csapatot váltottunk, ami nagyon sok tapasztalat, de nem tudtuk, hogy hogyan, merre. Ugye úgy éltünk, meg úgy éltem én is, hogy ha jól játszottam, akkor kaptam a szerződést. Hogyha nem játszottam jól, az kiderült úgyis hétvégén, mert ott volt a statisztika feketén-fehéren. Úgyhogy a sport az meg ilyen, hogy mindig van azonnal visz, nem lehet elbújni az íróasztal mögött, nem lehet fél munkát végezni, és utána az ember vagy hibáztatja az edzőt, vagy a csapattársat, de előbb-utább rájön, igazából magával kell foglalkozni, mert a teljesítményt azt így is úgyis számon kérik. Én már készültem egyébként arra, hogy abba hagyom, mindig foglalkoztatott, hogy utána mit csináljak, úgyhogy én a testnéves egyetemen tanultam, képeztem magam, és akkor jött egy olyan időpont, amikor azt mondtam, hogy én levezetni nem szeretnék, mert volt szerencsém Németországban 10 000 ember előtt játszani, 15 000 ember előtt, teltházas mérkőzések, csarnokok, és már nem vonzott az, hogy játszak, nem tudom, Veszprémben elmegyek kisebb csapathoz, és játszok 300 ember előtt, és emellett
A legnehezebben feldolgozható tapasztalat számomra az volt, amikor láttam, hogy a képességeim már nem elég jók ahhoz, hogy én tényleg a világ elitben maradjak a következő x évben, változik a sportág, meg 35 éves lettem. Jöttek a fiatalok, hát már nem volt olyan egyszerű azt megcsinálni. És változott a játék. Ebben egyébként a Flensburgban, amikor játszottam, abban szembesültem, hogy változik a játék, és az a stílus, amikor az bejött, azt már nem én képviseltem. Én szerettem játszani, imádtam a játékot, játékosnak lenni, okosnak lenni, de jött egy olyan irány, ahol nagyon kemény fizikai egy-egy, kettő-kettők, ütközések, minden más, az már soha nem az én játékom volt, alapvetően persze csináltam, de nem azon a szinten, inkább amikor játszani kellett, azon tudtam nagyon jól lenni. Úgyhogy ezért kerestem a kiutat, és hát jöttek az új kihívások. Új kihívások, és elhelyezkedni így az életben, hogy honnan jött az, hogy Felső Mocsolát polgármestere lettél? Úgy voltam vele, hogy mivel igazából Felső Mocsolát közel volt ugye Balatonboglárhoz, fél óra, 25 perc, akkor ott a családom anyai ágon ugye oda származik, hogy akkor oda költözünk, úgyis kicsik voltak a gyerekek, és pont önkormányzati választás volt össze. És utána, hát láttam, illetve akkor tájékozottam, hogy a faluban az utóbbi 15 évben nem sok minden történt, akkor bekezdtük, hogy mi lenne, hogyha én erre jelentkeznék, és bevállalnám, és azt mondtam, hogy én tudok visszaadni az embereknek, meg megkapom azt a bizalmat, akkor miért ne? Nekem van ilyen szerencsém, hogy én sportolóként egy biztos fundamentumot magamnak képítettem, nekem nem az a pár forint, ami fontos ilyen téren, úgyhogy akkor szánok rá energiát, időt, és próbálok segíteni. És ezért vállaltam el. Egyébként nagyon izgalmas egy ilyen kis faluban, mert a NECA, ahol az ember fiatalokkal foglalkozik, aki szányalni akarnak, tele dinamikával, erővel, mosolyognak, előre köszönnek, egy faluban ez nem mindig jellemző. Viszont rengeteg probléma van, nehézség, ami egyébként nem probléma, csak abban adódik, hogy az emberek a szomszédnak, mit gondol a szomszéd? Mit mond rólam, ha későn viszem ki a szemetest, hogyha nem úgy este hangos vagyok, és ebből adódóan az önkormányzatnál a testület, itt a elő polgármester soha nem tudtak úgy dönteni, mert mindenkinek meg akartak felelni. Jó emberek voltak, és én, mint abszolút külsős, én örömmel fölvállaltam, hogy akkor nem tudom tüzet gyújtani, szombaton nem lehet, mert mindenki akkor most. Rendben van, ezt szeretnétek, oké, vállam a felelősséget. És az ember, hogyha ilyet felvállal, akkor ilyen apró dolgok, vagy egy pályázatnál, ugye mi is ugye ismert a kultúrházat, az iskolaépületet, akkor a világítást, minden ilyen pályázat volt, és hogyha ez az összeg, nem mindenki akarta felvállalni. És ezeket meg örömmel, az ilyen soha nem rettentem. Nyilván nekem is furcsa volt eleinte, amikor felhívnak vasárnap reggel, és akkor szólnak reggel 8-kor, hogy polgármester segítsen, itt vannak a darazsak. Hát mondom, uram, nagyon örülök neki, nem ismerem a darazsakat, mivel tudnék segíteni. Hát tüntesse el innétnek. Hát mondom, oké, elnézést, fölhívom a polgármesterület, aki méhész, megbeszéljük. A polgármester, igen, mi lenne? Holnap után reggel 4-kor ott vagyok, megoldjuk. Hát akkor is megoldotta. Úgyhogy az ember ilyen kis faluban minden ilyesmi próbál segíteni, úgyhogy ezért vállaltam be. Most a másik ciklus, és egyébként helyesek az emberek, hogy azt az élet szeretetet meg kell adni nekik. Itt nem biztos, hogy aki fejlesz nagyobb város, de ott vannak emberek, akik 53.000 forintból élnek egy hónapban. Ahol probléma, hogy mit eszek. Nagyon nagy probléma az alkohol, a dohány, az életöröm, a sörön, meg a rövideken kívül más nincsen. Úgyhogy ezzel azért szembesülni engem mai napig mindig azért visszaránt, amikor Jimmy barátom ki a szoctűzifát hatodszorra, mert éppen lyukas a teteje. És ez a valóság.
És éppen amikor bemegyek hozzá, akkor a füst van, hogy nem látom, és megkezdem, hogy Jimmy, hát hol vagy? Most mondjuk így. Tehát azért ilyen dolgok vannak, és ez a realitás, de ugyanakkor, hogy az ember tud neki segíteni, hogy igen, elviszük orvoshoz. Igen, kereteken belül adunk neked tűzifát. Igen, segély nem megkapod, hanem bevásárlunk a segély értékéért, hogy az is legyen belőle, amit szeretnél, akkor az ember jót tudod tenni, és segíteni tudod. És emiatt csinálom ezt az egészet. Azt is említetted korábban, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémiának vagy az ügyvezetője, és hogy ebben mi a kedvenced, és hogy mi ezt a munkát miért szereted csinálni? A NEK az egy olyan projekt, ahol lehet alkotni. Sportágam, amit imádok, nagyon sokat változott az utóbbi 10 évben. Úgy, mint egyébként nagyon sok minden, avval, hogy rengeteg olyan informatikai eszköz bejött, a sportot mérhetővé kell tenni, képzési rendszerek változnak. És mondok egy példát, ez 15 éve még édesapám is válogatott edzőként egyedül dolgozott. Most nálunk is egy csapatnál egy 6 fős táv van körülötte, aki segít abban meghatározni, hogy neked milyen képességed vannak, és nekem nem hasamra kell ütni és azt látni, igen, nem tudom, 1,65, 56 kiló, gyors, jól ugrik, na hát akkor megnézzük, hogy mi lesz belőle, hanem felmérünk, kapunk adatokat. Látjuk, hogy miben van tehetséges, látjuk a deficiteket, erről ott van a gyógytornász, ott van, aki az erőnlétjegyző, ott van a humán kineziológus, aki az adatokat fölveszi, és utána nekem lefordítja, illetve az edzőnek lefordítja, hogy az értelmezni tudja, és megkapja azt a 3 adatot, amivel téged jobbá tud tenni. Ez például nagyon izgalmas dolog, rengeteg adattal mit csinálunk, az adat az érték. Ugyanakkor hát itthon vagyunk, tudjuk, hogy az emberek azért nem nagyon szeretik, hogyha a munkájuk abszolút láthatóvá válik. Néha félnek, ugye, hogy kontrollálható a teljesítmény. Objektív adatok által viszont nem így kell megközelítenem, azt kell megközelítenem, hogy ezáltal a sportolókat, akár téged is jobbá teszünk. Ugye ez is egy példa, még édesapám 80-as években, meg előtte, hát minden válogatott egy olimpiai világversenyre annyit készült, amennyit akart. Most van rá 2-3 hét, teljesen másképpen kell készülni, teljesen más az edzésmódszertan. Egy példát még elmondok, nálunk úgy zajlik egy csapatnak a felkészítés egy hétre, hogy vannak periodizációk, és reggel bejönnek a fiatalok, és egy gyors tesztet csinálnak. Például egy úgynevezett erőmérő platform, itt van, egy counter movement jump, egyszerű ugrás, mérjük, hogy mekkorát ugrik, és összehasonlítjuk az előtte lévő tesztekkel. Hogyha az a gyermek ugrik 35 centit, de hirtelen már csak 23-at, és egyébként a kérdőívben, amit minden reggelű elküld a megfelelő személynek, azt jelenti, hogy kicsit betegesnek érzek maga, meg egyébként fáj a derekam, akkor nem az van, hogy félni kell, hogy nem fog pályára lépni, hanem az van, hogy de jó, hogy őszintén ezt elmondtad, akkor figyelünk rád, kicsit pihensz, vagy a gyógytornához elküldünk, és holnap után, vagy 3 nap múlva megint használható leszel. És nem azt nézzük meg benned, húha, biztos nem akar edzeni. Ó, ezért nem ugrott akkorát, mert nincs kedve. Nem, nem, nem. Ez is van sok helyen, de nem ez a lényege, hanem az a lényege, hogy bízom bennünk, ne sérüljön meg, és optimálisan fejlesszük, mert ez a jövő sportágban. A NEK-nál tudunk ehhez létesítményeket, építkezünk, fejlesztünk, tudok olyan szakembereket bevonni, ami létesítményüzemeltetés, kollégium fenntartás, az egész jogi, pénzügyi rész és a sporták fejlesztés, ez mind egyenlő alatt van, és ez nekem rengeteg lehetőséget biztosít, hogy a sportágat fejleszteni tudjak. Úgyhogy ez az, amit imádok benne. Kedves nézőink, az elmúlt percekben Mocsai Tamást, 190-szeres magyar válogatott kézilabdázót ismerhették meg egy kicsit közelebbről. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!